Szeretettel köszöntöm a novemberi Memória Café résztvevőit. A mai témánk a nappali ellátások lesznek. Amikor demenciával élőt gondoznak a családok, és a betegség halad előre, egyre súlyosabb lesz a helyzet, egyre nagyobb az a törődés, amire szükség van, ez egyre nagyobb terhet ró a családra. A statisztikai felmérések szerint általában ez egy családtagot jelent, egy primer gondozója lesz a demenciával élőnek, és az ő élete egyről nehezebb és nehezebb lesz. Különösen akkor nehéz ez számára, hogyha még gyermekei is vannak, akik még nem felnőttek, akiknek szintén el kell látnia. Ilyenkor nagyon nehéz segítséget találni. És erre adna megoldást a nappali elhelyezés, a nappali klub. Meghívtuk magunkhoz Schmidt Violát, a Boldog Izella Alapítvány idős és demens nappali klubjának a vezetőjét, és őt kérjük meg arra, hogy ismertesse ezt az ellátási formát. Sok szeretettel köszöntöm a mai esténken a nézőinket, és én az idős-demens nappali ellátást fogom bemutatni önöknek, illetve arról fogok beszélni, hogy mikortól és milyen esetekben válik szükségessé a nappali ellátás. A demenciának, illetve a demencia típusú betegségeknek általános jellemzői vannak, amit a családtagok szoktak első körben észlelni, vagy felfedezni szeretett hozzátartozóikon. Elsődleges lehet az emlékezetzavar, az afáziák, a beszédzavar. Ebben az esetben a személy nem találja a szavakat, illetve nehezen fejezi ki magát. Ez első, amikor a betegség elkezdődik, még nem annyira szembetűnő, illetve abban az esetben sem, hogyha az iskolai végzettsége vagy olyan szókincsel rendelkezik, hogy egy-egy szót, szavakat tud helyettesíteni. Az apraxia mozgásában jelentkező problémák. Agnózia, tárgyak, személyek felismerése, tehát alapvető ismert tárgyakat nehezen ismeri fel, tehát lehet ilyen nagyon egyszerű dologra is gondolni, amikor mondjuk a kanalat nem ismeri, vagy nem tudja funkcionálisan használni. Ez természetesen a betegség előre haladásával jelentkezik komolyabban, és az exekutív működések és a végrehajtó működéseknek a zavarai. Lehet különböző járászavar, és ugye a legszembetűnőbb vagy a legkellemetlenebb, amikor az inkontinencia megjelenik a betegségben. Abban az esetben is indokoltá válhat a klub, amikor több felügyeletre van szükség, amikor már a demenciával élő személy nem hagyható magára otthon. Tehát bármi olyan probléma adódhat otthon, amikor ő egyedül van, az elkóborlástól, vagy esetleg amikor már az ételt sem tudja megmelegíteni, vagy hogyha meg is próbálja megmelegíteni. Volt olyan ellátottunk, akinek kiporciózták az ennivalóját, de a műanyag tányérban próbálta megmelegíteni a gáztűzhelyen, ugye ez veszélyes önmagára is, illetve a környezetére is veszélyes lehet, illetve a mindennapi rutinban segítségre szorul. Tehát az ilyen nagyon egyszerű dolgok egyszerű dolgokban is segítségre szorul, hogy esetleg a tisztálkodás, az illemhely használata, vagy az olyan, ami az őt körbeveszi, tehát így úgymond kicsúszik a kezei közül az életének a vezetése. Nagyon rendszertelenül él, aki eddig teljesen rendszerben, vagy akár egy rendmániában élt. Illetve a magány és a kapcsolatok, magány enyhítése és a kapcsolatok bővítése. Tehát a betegség előre haladtával nagyon jellemzővé válik, hogy a barátok, illetve az ismerősök leszűkülnek, mert nem annyira társasági lény, vagy nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni. Itt a klubban, a klubunkban lehetőség nyílik újabb kapcsolatok kialakítására, illetve barátságok kialakítására, barátságok elmélyítésére. Ezeket próbáljuk olyan eszközökkel, vagy olyan lehetőségekkel, hogy születésnapokat, névnapokat, illetve karácsonyi ünnepkörben tartandó ünnepségeket megtartjuk. Ez is azért egy ilyen erősítő erő tud lenni. Illetve a demens személyt, demenciával élő személyt ápoló családtagnak a tehermentesítése. Nagyon jellemző
jelenség mostanában, mivel tapasztaljuk, hogy nagyon hamar, nagyon korai tünettel rendelkezik a demencia, illetve a ezzel járó betegségnek a őt nem magára hagyható személynek a problémaköre, tehát még dolgoznia kellene, ha bár már demenciával él, illetve olyan tünetei vannak, vagy olyan életvezetési problémák vannak, hogy már önmagára nem hagyható, és esetleg férj feleségnek még dolgoznia kell, vagy nem tudják megoldani, hogy felügyelet alatt legyen, vagy csak pusztán a kapcsolatok hiánya, vagy kapcsolatok erősítése. Itt az elsődleges cél ugye az állapot megőrzése. Itt arról beszélünk, hogy arra gondolunk, hogy a meglévő képességeknek az erősítése, vagy a hanyatlásnak a lassítása. Sok esetben volt olyan, hogy tünetekkel, illetve a betegség előrehaladásával jellemző tünetekkel élt egy bácsi. Nagyon félt a család, hogy fogja megszokni, hogy fog hozzánk beilleszkedni, és a klubban, amikor elkezdett járni, hazament az első nap, és semmit nem mondott otthon, és kérdezték a családtagja, hogy hát mi történt, és nagyon megijedtek, hogy nem mond semmit, hogy nem történt vele úgymond semmi, és másnap kezdett el megnyílni, és ilyen nagyon pozitív dolgokat, holott egy afáziás bácsiról beszélünk, aki nagyon nehezen fejezi ki magát, de azért, amit szeretne, azért próbálja összetenni, és eltok otthon, a hozzátartozó elmondása szerint áradozott a klubról, és ilyen pozitív fejlődés jelentkezik, tehát folyamatosan beszél, és nagyon beilleszkedik, szeret részt venni a foglalkozásokon. A másik nagyon fontos, hogy a demenciával élőknek a rendszeresség és a pontos időbeosztás, erre nagyon pontosan odafigyelünk, hogy az étkezések, illetve az érkezés, tehát a klubban való beérkezés és azonos időben történjen, illetve az étkezések, a foglalkozások azonos időben kezdődjenek, és tehát erre teljesen ráhangolódnak egy idő után, tehát el is várják, tehát 10 órakor a foglalkozásnak el kell kezdődnie, illetve az ebéd délben van. A foglalkozások úgy vannak kialakítva, hogy mindenki részt tudjon benne venni, tehát hogy ne legyen a kudarc élmény csökkentése és a sikerélmény növelése. A mindennapok tartalommal megtöltése, segítségnyújtás egyénre szabva, aktuális állapot megőrzése. A foglalkozások minden napra más foglalkozások vannak kitalálva, ami a bentlakásos, tehát ugye mi bentlakásos intézménnyel vagyunk integráltan, holott most a klub önállóan tartja a foglalkozásokat a járványhelyzetre való tekintettel, de a foglalkozások hasonló tematikával működnek, mint a bentlakásban. Hétfőn zenehallgatás van, itt próbálunk arra törekedni, hogy hát az idősebb korosztálynak megfelelő zenei ízlést, vagy olyan zenéket hallgassunk, ami őket szórakoztatja. Néha próbálok belevinni olyan zenéket, vagy olyanokat, amik újak. Azt is örömmel veszik, csak úgy nem lelkesednek, úgy mondjuk, mint egy Ajtai Andorért. A hét kedden próbálunk egy memóriacsoportot itt kifejezetten arra fókuszálni, hogy a meglévő képességeket. Tehát volt, hogy olyan feladatokat csináltunk, egy első osztályos gyerekeknek szóló, és ilyen matek feladatok voltak. És én nagyon féltem attól, hogy önállóan kell. Először próbáltunk csoportban dolgozni, és önállóan is képesek voltak, és sikerélménnyel. És volt olyan dolog, amit én nem tudtam megcsinálni, és ők meg tudták csinálni, és ez egy nagyon pozitív volt, hogy azt ők nagyon szerették, nagyon tetszett nekik. Szerdán irodalmi kör van, vagy irodalom. Próbálkoztunk első, amikor ez elkezdődött ilyen kis csoportban, hogy ilyen verselemzéseket, az annyira nem tetszett nekik sem, meg az túl száraz volt, ezért megpróbálunk most úgy verseket, hogy vagy egy tematika szerint, hogy egy költőt, írót járunk körbe, és el tudják mondani, hogy nekik milyen tapasztalatuk van, vagy milyen érzéseket vált ki belőlük a vers, hogy ők mit éreznek, vagy ők szeretik-e azt az írót, költőt. Csütörtökönként van kézműves foglalkozás. Itt szokott lenni a legnagyobb ellenállás, mert itt próbálom megosztani a klikkesedést, mert nagyon szeretnek, hogy egy csoportban ülni, és akkor ott egymásnak segíteni, és itt próbálok arra törekedni, hogy kicsit megbontani a csoportot, és így
ezáltal egymásnak, hogyha egymás mellett ülnek, akkor ha kicsit valaki jobban tudja, akkor tud a másiknak segíteni, vagy egy ilyen újabb kapcsolati építési lehetőség, hogy ott együtt dolgoznak. Itt próbálunk a kolléganővel nem teljesen beavatkozni, tehát ők csinálják. Volt egy nő, aki nagyon félt attól, hogy jön neki ügyetlenek a kezei, de nagyon jól tudott ennek ellenére alkotni, vagy megcsinálni az adott feladatot. Péntekenként játék van, itt a kolléganővel társasoznak, illetve vagy kis csoportban együtt, vagy segítséggel társas játékoznak. Előnyeit lehetnek még a nappali ellátásnak, ugye a csoport nyújtott a szociális lehetőségek. Most igazából megfigyelhető az, hogyha nem is egymás mellett ülnek, de oda mennek egymáshoz, és elkezdenek beszélgetni. Tehát, hogyha hasonló betegséggel vannak, de nem is, hogyha nem is tudják egymásról, de hogyha egy kicsit meghallják, van egy parkinsonos néni, a másik néni az oda ment, hogy hallott, hogy ő is parkinsonos, és így erről nagyon jókat tudnak beszélgetni, kis tapasztalatcsere, beszélgetés, társas kapcsolódás. Ugye itt a születésnap, névnapok megünneplése is egy kicsit közelebb viszi egymáshoz őket. Ugye a hovatartozás érzése, tehát ez az otthon érzés megvan. Illetve későbbiekre vonatkozóan, ha már eljön az a pont a családnál, hogy már otthon nem tudják őt gondozni, illetve nem tudják megoldani a 24 órás felügyeletét, akkor már kialakul egy látásmód, tehát nem válik idegenni az idős otthonban való elhelyezés, mert ugye, hogy ahogy integráltan vagyunk, azért a beérkezéskor, amikor hazamennek, azért találkoznak a bent lakása. Ugye a napi rutinnak a kialakítása, sokszor azt mondják, hogy dolgozni jön neki. Kérdezzük a hozzátartozót, hogy milyen visszajelzések vannak otthon, és akkor mondják, sokszor sok hozzátartozó mondja, hogy hát dolgozni jönnek, hogy otthon ez a megvan. És ugye a közös csoportos tevékenységek, illetve élmények, hogy ugye egy születésnap, vagy a foglalkozásokon, amikor próbálunk úgymond élményeket gyűjteni, és a passzív-aktív jelenlét. Nagyon sok olyan ellátó, vagy van olyan ellátottunk is, aki teljesen passzívan vesz részt, de sok irányított kérdésekre is nehezebben ad már választ, de úgymond ő is egy ilyen résztvevője, tehát sokszor ő hozzá is oda mennek beszélgetni, tehát nagyon érdekes ez a csoportképződés, hogy ez hogy tud kialakulni, még ilyen idősebb korban is, hogy ilyen barátságok, akár még szerelmek is ki tudnak alakulni. A foglalkozásokon ugye azt már az előbb is említettem, hogy mindenki annyiban kap segítséget, amennyit az állapota feltétlen igényel. Jó hangulatban, tehát hogy ne egy sikerorientált legyen, tehát ne az legyen, hogy valaki nagyon tudja, valaki meg kevésbé, tehát próbáljuk ezt a hangulatot megtartani, és hogy egy szeretettel, hogy ők is szeressenek ott lenni, illetve egymást is megpróbálják szeretni. Ugye itt elmondtam már, hogy milyen foglalkozások vannak, csak egy kicsit előre mentem, és a délután, ami egy kicsit úgymond könnyedebb foglalkozás, itt általában inkább az auditív foglalkozás, ami előtérbe kerül. Passzívabbak, fáradtabbak a figyelem enyhe, tehát a figyelem is már lanyhul, emiatt inkább csak egy kabarét, vagy egy olyan zenei foglalkozást próbálunk, amit igazából, hogyha elalszik rajta, az sem probléma. Tehát, hogy ne az legyen, hogy minden óra úgymond maximálisan le van kötve. Kabarénál is sokszor az úgy tűnik, mintha aludnának, de olyan jókat tudnak rajta nevetni, vagy úgy lefoglalja őket, felkelti az érdeklődéseket. Hogyha valakinek felkeltette ezt az érdeklődését, hogy valóban van olyan lehetőség, ahol nappal biztonságban tudhatja a szerettét, de nem szeretné, hogy a hét teljes héten ott legyen. Van-e arra lehetőség, hogy esetleg próbaként csak egy-egy napra elmenni, vagy a hét adott napjain bekapcsolódni a klub foglalkozásba? Természetesen erre van lehetőség, illetve megszoktuk, tehát mielőtt valaki elkezdi a klubot, a hozzátartozója, vagy illetve a legközelebbi hozzátartozója beszokott jönni,
És akkor ilyenkor elbeszélgetünk, hogy milyen érdeklődési körrel rendelkezett, vagy illetve a meglévő képességei milyen lehetőségeket adnak arra, hogy a foglalkozásokon részt vegyen, mert nagyon fontos, hogyha valaki nem szereti a zenét, vagy nem szereti az irodalmat, akkor ne abba a foglalkozásba próbáljuk őt első nap beilleszteni, mert ez egy kudarcélmény, vagy egy nem pozitív visszajelzés lesz ilyenkor várható. Úgyhogy általában egy ilyen hosszas beszélgetések, én is próbálok olyan kérdéseket feltenni a hozzátartozónak, meg ők is előbb-utóbb megnyílnak, hogy tudjuk azt, hogy körülbelül mi az az érdeklődési kör, vagy mi az, amit a szerette, vagy az ő gondozottja szeretné, és akkor ilyenkor kiszoktuk azt választani, hogy ha mondjuk nagyon szereti az irodalmat, akkor mondjuk szerdával kezdjük. És hogyha nem szeretnék a többi nap, hogy járjanak, akkor azokat, ami az érdeklődési köréhez legjobban közel állnak, azokon a napokon járnak. Tehát megbeszéljük. Köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk voltak. Én is javaslom, hogy keressék meg az alapítvány honlapját. Az alapítvány honlapján nem csak a klubról találnak tájékoztatást, hanem tájékoztatást találnak a támogató szolgálatunkról is, hiszen a klubunkba való beérkezésben is tudunk önöknek segítséget nyújtani. A támogató szolgálatunk reggel be tudja hozni az ellátottakat, illetve délután haza tudja vinni. Ennyi lett volna akkor a novemberi Memória Café, és mielőtt elbúcsúznék, még szeretném elmondani, hogy decemberben is sok szeretettel várjuk önöket. A decemberi témánk újra az ünnepek lesznek. Dr. Konta Ildikót várjuk szeretettel, hogy erről a témáról beszélgessünk. Viszontlátásra decemberben!